Sziasztok, ez itt a Jelenvaló következő adása, és egy különleges helyszínről, az Ukrán Nagykövetségről jelentkezünk, mert hogy e heti vendégünk Ljubov Nepo, ukrajna-magyarországi nagykövete. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, köszönöm szépen, hogy elfogadta a beszélgetésre való meghívást, és magyarul fogunk beszélgetni, mert hogy remekül beszél magyarul. Kezdjük egy viszonylag frissebb hírrel. A Davoszi Világgazdasági Fórumon Soros György felszólalt és beszélt a háborúról, és azt mondta, hogy szerinte Putyin tűzszüneti tárgyalásra készül, és most jön az idézet, a fegyvernyugvás azonban megvalósíthatatlan, mert nem szabad Putyinban megbízni. Minél gyengébb lesz Putyin, annál kiszámíthatatlanabbá válik. Mit gondol erről? Mekkora esély van a fegyvernyugvásra, és mennyiben van igaza ön szerint Soros Györgynek? Nézd, nagyon sok kijelentés volt a Davoszi fórum, de egyáltalán az utolsó időben sok, mint politikus, mint a közéleti szereplő sok nyilatkozatot tett. Az, amit én mondhatom, hogy az első tényleg a Putyinban nem szabad megbízni, és ezt mi nagyon jól ismerjük 2014 óta, mert lényegében most tegnap éppen 90 napja volt ennek a széles körű háborúnak, amelyik február 24-én kezdte, de ez a széles körű támadás előtt már 8 éve folyik az a háború, amelyik 2014 óta folytatja, és látjuk, hogy meg lehet állapodni, meg lehet beszélni, de teljesítésre várni nem nagyon. Ez az egyik dolog, amelyik nagyon fontos. Másik, hogy itt meg kell érteni, hogy mit is értsünk a tűzszünet alatt, és milyen célból, és mihez ez az egész vezethet. Az Ukrajna célja ugyanaz, ami mindenkinek, legalább Putyin kivéve, hogy béke legyen. De ez a kérdés, milyen békéről beszélünk. Mert 2014-ben, és emlékszünk azokra a javaslatokra, hogy most ne ellenkezzünk, mert rosszabb lesz. Majd, hogy beszéljünk meg diplomáciai úton, és akkor megtaláljuk a békés megoldást. Egyébként mi is nagyon számítottunk, hogy békés úton tudunk megoldani. És egyébként, hogyha egy kicsit hosszabb válasz, de fontos a megértéséhez, hogyha megnézünk, hogy milyen volt a diplomáciai élet a február 24-e előtt. Nagyon sok delegáció látogatott Ukrajnában. Nagyon igyekeztünk, bár volt az információ, hogy Putyin készül a támadásra, nagyon igyekeztünk ezt megelőzni. De ezek a megbeszélések, ahogyan most látjuk, semmihez nem vezettek. Amikor a háború, széles körű háború kitört, akkor is volt még bennünk a remény, hogy valami ilyen módon, tárgyalásos módon meg tudunk állítani, de azóta, ahogy az elnök is sokszor szokott emlékeztetni, azóta, hogy meglátunk, hogy mit tettek Bucsában, hogy hogyan fejlődik a helyzet a harctéren, azt látjuk, hogy lényegében Oroszország nem kész a békére, nem kész arra, hogy békés megoldást találja, hogyha kész lett volna, akkor nem kezdett volna a háborút. És másod dolog, hogy mit is jelent a tűzszünet. Most akkor az orosz hadsereg maradjon ott, ahol van, és megint tárgyaljunk arról, hogy mi lesz tovább. Sajnos már megértettünk, hogy a békéről akkor lehet tárgyalni, és arról, hogy hogyan tovább, amikor tudunk kiszorítani az orosz hadsereget. Magyarán, bocsánat, nem elég a február 23-ai állapot visszaállítása ma már? Az elnök nagyon világosan azt megmondta, hogy mi azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy diplomáció beszélgetéshez visszafordulhatunk, az lehetne az első lépés Orosz Föderáció részéről, hogy a csoport kivonja a február 23-ai állapotához, és tovább folytatjunk, hogy hogyan visszakapjunk a Krímet és az 2014 óta a bekebelezés alatt lévő Donbass. De ebben a helyzetben, hogyha Putyin készen lesz békés úton tárgyalni arról. Hogyan fejlődik a helyzet, mi azt jósolni egyelőre nem fogunk tudni. Elemzők ugye azt mondják, hogy igazából most az erőforrások harca megy, és annak a türelemjátéka, hogy kinek van több embere, katonája, és kinek van több fegyvere. És végül is ennek az időjátéka zajlik. Ön erről mit gondol? Ott fegyvertől nagyon sok függ.
Mert itt egyrészt különbözik a helyzet, mert Oroszországnak van lehetősége megváltoztatni hogy játékokról, játékszobáin, de sajnos ez nem játék, amikor az ember életéről van szó. Ukrajnának nincs lehetősége azt megmondani, hogy na most mi csak megállunk. A háború elejétől többször hallottam ezt a kifejezést, és szerintem, hogyha belegondolunk ebbe, akkor megértünk a lényegét. Hogyha Oroszország nem lövi tovább, akkor nem lesz a háború. Ha Ukrajna nem lövi tovább, akkor nem lesz Ukrajna. Nekünk, hogyha mi megállunk, akkor azt jelenti, hogy Oroszország, az orosz hadsereg tovább fog menni, és nem fog megszűnni az Ukrajna létezése. Hogyha az ellenem meg lettek volna valamilyen illúziók valaki fejében, szerintem most már ez az illúzió nem létezik, mert mindenki meglátta, hogy mi folyik azokon a területeket, amelyeket oroszok korábban elfoglaltak, és tudtunk megszabadítani, de azt is látjunk, hogy mi folyik azokon a területeket, amelyek most ideig az orosz kontroll alatt állnak. Ezért tényleg ez a kérdés abban, hogy mi addig fogunk harcolni, ameddig van erőnk, és addig, ameddig tudunk megszabadítani a földünket. Viszont a fegyvertől az függ, hogy mennyire gyorsan tudunk ezt megcsinálni. Hogyha több fegyver, hogyha gyorsabban megkapjunk, akkor nagyobb az esélye, hogy gyorsabban tudunk befejezni ezt a háborút, és gyorsabban tudunk győzni. Ezért annyira fontos. Ugye magyar kormányzati mondatok is voltak arról, miszerint, hogyha viszont több a fegyver, akkor fegyver nem szolgálhat békét. Hogyha több a fegyver, akkor tovább zajlik a háború. Mit gondol erről? Akár a magyar kormányzati mondatokról is. A háborút fegyver nélkül nagyon gyorsan lehet befejezni. Hogyha Ukrajnának nincs fegyvere, nagyon gyorsan megölik minket, és vége a háborúnak. Ezt a békét kívánnak nekünk. Egyszerű a kérdés. Ne haragudjon, lehet, hogy nem nagyon diplomatikusan beszélek ebből a szempontból, de időnként nem engedhetem magamnak, hogy diplomáciai szép szavak alatt fedezzem az igazságot. Az embereknek meg kell érteni, hogy mi ott az életért harcolunk, az országért harcolunk. És ezért, hogyha nem védünk magunkat, akkor meghalunk. Nekünk nincs választásunk. Oroszországnak van. Ők tudnak kimenni. Az országának nem lesz baja, hogyha nem kapja még egy ország területét. Mi viszont az országot meg fogunk, hogyha nem fogunk megvédeni, akkor elveszítünk. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent önnek Ukrajna. Mit jelent az ukrán identitás? Ugye itt sokan, és Putyin is évek óta ezzel kampányol, hogy hát testvérnépek, igazából a Szovjetunióban egy orosz és ukrán között nem volt különbség, igazából egy és ugyanazok vagyunk, és nagyon sokan a mai napig megkérdőjelezik egyáltalán, hogy létezik-e olyan, hogy ukrán identitás, létezik-e különálló nemzetként Ukrajna. Mit jelent önnek, vagy hogyha el kellene mondani, hogy miben különbözik az ukrán identitás az orosztól, vagy a szovjettől, akkor hogy magyarázná ezt? Hogy egy szóval mindenben. Mindenben, tényleg. Abban sajnos nagyon sikeres volt az orosz propaganda, ebben, hogy megmutassa ukránokat, meg oroszokat egy népként, vagyis, hogy az ukránok nem léteznek. De egyébként Ukrajna 100 éves és ezredes történelemben rendelkezik, a Kijev maga 1500 évnél több történelmével rendelkezik, a Kijevi Rusz, egyébként Rusznak hívnak, a Kijevi Rusz, akkor kezdtek az oroszok használni, amikor akartak megmutatni, mert moszkvai Rusz is létezett. Egyébként Oroszország, ez Moszkóvia nevén ismert állam volt, amelyik csak későbbiekben átnevezték Rusznek, és azóta kezdtek a Kijevi Ruszhoz fűzni. De ez külön állam volt, külön államok voltak, amelyek nem fűződnek egymáshoz. Ami a mai Ukrajnát illeti, gondolom, hogy
Megint, hogyha egy mondattal, mi jövőben nézünk Oroszország visszafelé. Nézzünk csak, hogy mit próbálkoznak az oroszok most, mint a saját országban, mint azokon a területeken, amelyekre elfoglalnak megcsinálni. Nem régen biztos, hogy önök is láttad, hogy ott a Vörös téren az üttöröket, vagy ezeket a pionereket oda állítottak, az, ami a Szovjetunióban volt. Himnuszt sem akartak cserélni a szovjet himnuszból. Csak egy pár szavot cseréltek, de a melódiát abba hagytak, hogy legyen odaig, fűződjön. Amikor bekebeleznek, elkopják valamilyen ukrán várost, mit csinálnak? Leveszik az ukrán mű emlékeket, és oda a Lenin emlékét felállítanak. Igyekeznek a múltba, a Szovjetunióba visszaszorítani. Nem nézik, hogy mit lehet csinálni ahhoz, hogy jobb legyen az ország, és hogy előre menjen, hanem visszafelé. Mert ebben látják, hogy ott volt a birodalom, és ott volt a nagysága. Nem az élet színvonalára gondolkoznak és gondoskodnak, hanem a nagyságáról. Ami nekünk nem annyira fontos, mi szeretnék a mi országunkban jól élni, hogy az európai család része, nem csak úgy, hogy érezzünk, hanem legyünk is, nem csak földrajzi, de formailag, és ezért az Európai Unió tagságról is beszélünk, amelyeket nagyon remélünk, hogy most tagjelölt státuszat fogunk kapni júniusban. Mert ez az a különbség, amely más szempontból az életre nézünk. Mit gondol arról, hogy van egy olyan vélekedés, hogy igazából, ha eddig nem volt egységes ukrán nemzet, akkor most Putyin ezzel a háborúval megteremtette. Az egység, amelyeket most látjuk, példa nélküli. És tényleg arról beszélnek, hogy most meg van teremtve az ukrán nemzet egysége, de én most mondanom, hogy az ukránok között ez mindig ilyen volt, hogy mi a békés időben mindig nem is az, hogy veszekedünk, de vitatkozunk állandóan. A vitában az is születik, hogy hogyan lehet jobban megcsinálni az életet. Meg vagyunk szokva ahhoz, hogy embereknek nem muszáj egyformájulag gondolkodni, hogy szabadon lehet kifejezni azt, amit gondolsz, de ugyanakkor majd meg lehet azt is fogadni, hogy valaki másnak véleménye igazságosabb, és valaki másnak az ötlete jobb, mint a tiéd. Ebben a vitában születik a legjobb megoldás az ország jövőjét is illetően is, de ugyanakkor ebben igaza van, hogy az az egység, amelyik mostanában megéreztünk, és amelyik most létezik, ez tényleg, mint számunkra nagyon fontos, mint az ország jövő szempontjából, mint gondolom a példa nélküli az utolsó évekhez hasonlítva. Ugye azt, most nem tudom, ön biztos jobban tudja az utolsó számokat, de hogy már 8 millió körüli ukrán van, aki elmenekült az országból. Vannak ezek a számok, amelyeket az nemzeti hatóságok, nemzetközi szervezetek mondják. Ezek az emberek között vannak azok, akik külföldre, vannak azok, akik belső menekültek. Sokan és jobban igyekeznek, hogy az ország nyugati részére átmenjenek, mert akkor közelebb vannak a családjaihoz, közelebb vannak a szülőhelyhez, és természetesen a saját országban mindig jobban érzed magadat, mint valahol. Nem vagy annyira kényszerülve a segítségre, mégis amikor a saját országban úgy érzed, hogy a saját földjén vagy. Azt mondják sokan, hogy az épületeket, meg a városokat se lesz könnyű nyilván visszaépíteni, de hogy azt a társadalmi szövetet, Ukrajna értelmiségét, ami most a világ sok részére szanaszét spriccelt, azt lesz igazából nagyon nehéz újraépíteni. Mit gondol, hogy az egy dolog, hogy mondjuk nem ropognak fegyverek, de az, hogy Ukrajna legyen, hogy egy működőképes európai város, ország legyen, ahhoz mi kell? Mennyi idő kell? Tudja, én gondolom, hogy Ukrajna újraépítésére és Ukrajna
Még jobb a tétele, most bizonyos szempontból még jobb az esélye, mint korábban volt. Amikor a békés időben az ember gondolkozik, hogy neki van ideje, hogy ez úgy folyamatosan meg kell csinálni, amikor le van rabolva annyira sok az országban, akkor természetesen az ember szeretne nagyon gyorsan visszaépíteni. És ez az újjáépítés, visszaépítés, ez már nem szeretnénk azokat a hibákat elkövetelni, amelyeket korábban voltak. Szeretnénk ugyanazt az Ukrajnát kapni, amely korábban ott, abban a szempontból, hogy az otthonunk. De az otthonunkat szeretnénk jobba tenni. Az épületeket, amelyek le van rombolva, azokat az lakóházokat, szeretnénk, hogy már olyan legyenek, amelyek nem csak szépek, de energetikai szempontból is takarékosok legyenek, hogy biztonsági szempontot is figyelembe kell venni, hogy az embereket tudjanak, hogy óvóhelyek vannak, szóval teljesen más szempontból. De igaza van, hogy az, ami az épületeket illeti, nagyon sokat, óriási a károk. Most is látjuk, hogy hiába azt mondtak, hogy ők csak a hadi célokat célozzak, nem igaz. Lerombolják a vasúti utakat, lerombolják a útvonalakat és az épületeket, a színházakat, a műemlékeket. Olyan érzés van, hogy ezeknek az egy célját tönkre tenni, megsemmisíteni az egész országot, hogy ne létezzen, hogy semmi ne emlékeztessen Ukrajnáról, hogy egyszerűen ne legyen ezen a földön. De hogyha megvannak az emberek, mindent vissza lehet hozni és jobba tenni. Ezért nagyon fontos, hogy megőrizzünk az embereket, és más szempontból részből, hogy azok, akik külföldre most elmentek, hogy ezek vissza tudjanak jönni. Voltak olyan a véleménykutatások ezek az emberek között, akik külföldre mentek, és ezeknek többsége, 90%-nak azt mondjuk, hogy ők bennükben nincs semmilyen kétség, hogy vissza akarnak menni. Azok az emberek között vannak azok, akik a szülőhelyre szeretnének menni. Egy része azok, akik szeretnének a régiót változtatni, de Ukrajnán belül leginkább azok, akiknek az otthonuk teljesen le van rombolva. Itt mentális szempontból az embernek bizonyos könnyebb egy újabb életet kezdeni. De nagyon fontos, hogy az emberek vissza akarnak jönni, és a saját tapasztalatomban megmondhatom, hogy amikor találkoztam itt az ukrán állampolgárokkal, akik Magyarországról is jöttek. Az első kérdés az emberektől, mi a helyzet, mikor visszamehetünk. Szóval az emberek tényleg készülnek, nem jelenti, hogy hálások. Természetesen nagyon hálások, és egyébként gondolom, hogy ezek az emberek, akik most külföldön vannak, ezek az összekötő elemek Ukrajna meg ezek az országok között. Mert az a fogadtatás, amelyek én most Magyarországról beszélhetek, amennyiben itt azt gyakorlatban látom, az, amit magyar emberek mutatnak, az a viszonyulás az ukrán ideiglenes menekülő állampolgárokhoz, ez csak pozitív visszajelzést adhatja, és ezek az emberek, amikor visszamennek Ukrajnában, ezek már Magyarország barátjai. Mekkora különbség van a magyar kormányzat megítélése és a magyar kormány tettei között, és a magyar emberek és a magyar állampolgárok tettei között? Nézze, amikor az emberek ide jönnek, az első, hogy nyelv szempontból ők úgyis nem tudnak megérteni, hogy a magyar újságokban vagy magyar közvéleményben, hogy miről van szó, ők gyakorlati dolgokat látják. Látják ott azokat a magyar embereket, akik fogadják. Azokat a mosolyokat, azokat a szemeket, amelyekben csak pozitív hozzáállás van, és ezért én gondolom, hogy lényegben ezek az emberek, akit fogadjak, konkrét magyar emberek. Ezek a Magyarország képe az ukránok szemében. És ezzel az egészet meg lehet mondani, hogy tényleg nagyon pozitív viszonylás. És ezért én állandóan, amikor találkozom az emberekkel, azt is mondom, hogy nézze, mindenki a saját szinten
különböző típusú segítséget tud adni. Az, ami kormánytól kérünk, azt én nem fogom kérni az embertől, aki most a humanitárius segítséget összehozza, és esetleg akinek most csak van egy kis apró pénze, és azt is szeretne odaadni, hogy a menekültnek segítsen. Ő lehetőségéhez mértőn, ő azt adja, ami tud adni, és ami tényleg szívből csinálja. Úgyhogy itt nem lehet összehozni, mert időnként én hallom, hogy ugyanúgy felmerül a kérdés, hogy most a magyar kisebbséghez hogyan viszonyulnak az ukránok. Ez a mi állampolgáraink, ez a mi magyarjaink. Szóval magyar kormány, Magyarország politikaiak megfogalmazza. Ukrajnában az ukrán állampolgárok attól függetlenek, hogy milyen nemzetiségűek, ezek harcolnak, úgyhogy Ukrajnáért, ezek Ukrajnát építenek, úgyhogy én egyetlen egy ember sem láttam még az ukrán társadalomban, aki azt mondana, mert gyakran felmerül ez a kérdés, hogy most a magyar kisebbség, amelyek Ukrajnában él, valaki hibáztatja, azért, hogyha valamilyen különbségek vannak, vagy nézeteltérések, vagy nem tudom. Tehát nem csapódik ki le a politikai nézetkülönbség az emberek szintjén. Ez külön dolog, az a mi állampolgáraink, akik nem formálódnak a magyar kormány álláspontját. Uh-huh. Érez-e bármilyen elmozdulást a magyar kormány kommunikációjában, álláspontjában, akár önhöz való viszonyában a választási kampány óta? Mert ugye a maga a háború az a kampány kellős közepén tört ki, de azóta vége van, megnyerte a választást az Orbán kormány. Érez-e változást? Nézze, a kormány tegnap meg lett formálva, úgyhogy én nagyon számítok arra, hogy most már vége a választási folyamatoknak, kampány, formálódás. Ez mindig minden országban egy figyelmet igénylő folyamat, amelyik akarunk vagy nem akarunk, amelyik idején a politikusok, a köztisztviselők éppen erre figyelnek. Nem tudsz elvárni, hogy az ember, aki nincs kinevezve az új kormányban, ugyanannyira lelkesen csinálja, bár csinálnak, nem mondom, hogy nem folyik az együttműködés, nem folyik az a munka, de csak azt mondom, hogy ez egy normális folyamat minden országban, hogy addig, ameddig ezek a folyamatok mennek, leginkább azon koncentrálnak. Most ezen vége, én ennek nagyon örülök abból a szempontból, hogy most lehetőség van azon, hogy építsünk már azt az együttműködés, amelyik az új kormányban nagyon számítok pozitív lesz. Természetesen, hogy ezelőtt is, és azt szeretnénk hangsúlyozni, vannak azok a dolgok, amelyek nagyon pozitívan értékeljenek, az a humanitárius segítség, az a segítség, amelyik az ukrán állampolgároknak meg lehet adva, akik ide Magyarországra eljöttek. Magyarország csatlakozott ahhoz a 8 állam főihez, akik az Ukrajna-Európai Unióhoz gyorsított csatlakozását támogattak. Támogatta az ENSZ-i, az elektromos energiapiachoz Ukrajna csatlakozását, a kiber támadás elleni központhoz csatlakozását. Szóval ezelőtt is folyt ez a munka. Vannak azok a dolgok, amelyekben még tovább kell folytatni a párbeszédet, hogy nagyobb támogatást kapjunk magyar kormánytól is. Most nagyon diplomatikus, de mondjuk a magyar közvélemény, amikor a szélesebb közvéleményt önt megismerte, akkor az egy nagyon éles mondat volt, amit ugyan egy zárt körben mondott el, de hozzájárult aztán, hogy nyilvánosságra kerüljön. Ez ugye a stratégiai nyugalom csak a koporsóban lesz mondat, ami ugye értelmezve arról szólt, hogy nem lehet egy napon említeni a rezsicsökkentést és a háborút, illetve a megszavazandó szankciókat. Akkor nagyon kemény szavakat mondott. Most csak diplomatikusabb, vagy enyhült a helyzet? Nézze, akkor is arról beszéltem, hogy
Nagyobb volt ez a beszéd, amelyeket tartottam, és arról volt szó, hogy én hogyan látom a magyarokat, hogyan viszonyulok a magyar néphez, és hogy amennyiben ez az március 15-i ünneplése előtt volt, akkor is beszéltem arról, hogy ez az ünnep, amelyik az értékekről szól, amelyeket magyarok mindig is támogattak, és mindig mellettük álltak, és amelyik számomra, mint személy szerint mindig példaértékű voltak, és én nem tudom, hogy hogyan lehet, akkor mi mellett az emberek kiállnak a rezsicsökkentés, vagy az értékek mellett. Nem mondom, hogy ez egymásnak ellentétben van, de csak amikor a háborúról van szó, akkor az elsősorban az értékekről beszélünk, viszont ami a stratégiai nyugalmat illeti, amikor nekem azt mondtak, hogy most nyugodtan kell erről beszélni, én éppen erre válaszoltam, hogy a stratégiai nyugalom, hogy csak nyugodtan kivárnak addig, ameddig mi horcolunk és nem segítenek, az az halálba, a sírba fog vezetni, mert nem fogunk túlélni segítség nélkül, hogyha mások csak nyugodtan néznek erre. Ezért nyugalom ahhoz kell, hogy egy stratégiai fontos döntéseket hozzunk. És én, ahogy mondtam is, örülök, hogy annak idején voltak azok a döntések, amelyek a segítséget, a humanitárius segítséget, mert a menekültek segítséget illetenek. Természetesen az, ami továbbra is kérünk minden államtól, és ezzel kezdtünk, hogy meddig fog tartani a háború. Attól függ, hogy mi megkapunk-e megfelelő fegyvert, hogy tud-e Ukrajna védekezni. Mert védekezés nélkül nem fogunk tudni megnyerni ezt a háborút. Vagy másképpen ez a háború tovább fog folytatódni, addig, ameddig harcolunk. Én nem akarom feltételezni, hogy eljöhet egy olyan pillanat, amikor az orosz hadsereg a magyar határnál fog állni, mert én biztos és bízom abban, hogy az ukránok ki fognak tartani, és hogy fogunk ebben a háborúban védelmet aratni. Ugye ön is most kérést vagy elvárásokat, és Zelenszki elnök is kérést és elvárásokat fogalmaz meg, mind Magyarországgal, mind az Európai Unióval és a NATO tagjaival szemben. El szokott hangozni az a bírálat, hogy a 100 000-es kárpátaljai kisebbség, azok mondjuk ugyanilyen elvárásokat az elmúlt években, évtizedben nem támaszthattak. El szokott hangozni az a kritika, hogy mind a nyelvtörvény, mind a kettős állampolgárság miatt egy állandó feszültség volt igazából a két ország között, és most ebben a feszültségben találta a háború, a diplomáciai helyzetet. Van-e olyan gesztus, amit például most a lengyelek felé tesznek, amit hasonlóan mondjuk a magyarok felé meg lehetne tenni ön szerint? A lengyelek felé ez az ötlet az a kapcsolatban van, hogy most a lengyelek az Lengyelországban menekülő ukrán állampolgároknak megadnak lényegében ugyanazokat a jogokat, és ahogy az elnökük is megfogalmazta, ez inkább politikai gesztus, mert mi nagyon remélünk, hogy a lengyel állampolgárok nem lesz erre szükségünk. De ugyanakkor, amikor beszélünk a feszültségekről, meg ezekről a dolgokról, az első, hogy szeretnék megmondani, hogy nagyon sok mítosz is volt ezek a feszültségek körül. És sajnálatos módon azok a pozitív dolgok, amelyek ebben az irányban is elértünk, mint például tavaly, amikor összehoztunk ezt az oktatási munkacsoportot, és amelyik 3 ülést megtartotta, és lényegében az utolsó ülésen egy közös jegyzőkönyvet is aláírtak, ezt nem kaptak a véleményem szerint a megfelelő figyelmet, és ezért a közvélemény nem is tudja ezekről a sikerekről, amelyeket ezelőtt már sikerült összehozni. De más dolog, mert időnként tényleg úgy hallom, hogy most azért, mert Ukrajnában korábban voltak ellentételek, ezért nem is kell annyira támogatni Ukrajnát. Én akkor másképp megfogalmaznám a kérdésemet, hogyha van önnek egy szomszédja, amelyik talán nem tetszik, amelyik talán nem annyira szép, amennyire önök szeretnének, hogy ez nem ez az öltözködése, amelyik önnek tetszik, és itt eljön egy gyilkos, és ezt a szomszéd asszony próbálja meggyilkolni.
Ön ebben a helyzetben először fog segíteni, vagy továbbra fog mondani, hát ez nem annyira szép, és az öltönye nem annyira szép, akkor hogy ője meg, én majd ezzel a szépen felöltözött gyilkossal majd fogom ebben a házban, amelyik el fogja foglalni ennek a csúnya asszonynak, ezzel fogom inkább majd üzletelni, vagy beszélgetni, vagy együtt élni. Gondolom, hogy bizonyos időszakokban nagyon fontos a prioritásokat kijelölni, és ezeket pontosítani. És egyébként én azt is látom, hogy a politikai szempontból itt is ez a prioritás megvan, hogy az első, ez, hogy Ukrajnának kell segíteni abban, hogy tudjon ezt a háborút befejezni, és a területi egységet megőrizni. És gondolom, hogy ez most a legfontosabb feladat. Amikor vége a háborúnak, akkor visszamehetünk és beszélhetünk, de biztos vagyok, hogy nagyon sok dolog megváltoztatja ezt a háború, és gondolom, hogy elgondolkozhatunk, de nem csak számunkra, de a szomszédok számára és más országok számára, és hogy azok, hogy több kérdésben kell a változás, és én most szélesebb körben beszélek a biztonsági kérdésekre is nézve. Mert hogyha most meglátjuk, hogy Ukrajnának lényegében volt ez az ígérete, hogy a NATO tagja lesz 2008-tól bukaresti csúcs találkozó óta. Volt nekünk ez a budapesti memorandum, amelyik a biztonságokat garantálta. És lényegében most abban a helyzetben vagyunk, amikor Oroszország nyíltan széles körön megtámadta, és ebben a helyzetben az elején, legyünk őszintén, többen beszéltek arról, hogy csak néhány napja kitart Ukrajna, ezért minek segíteni neki. Majd, amikor több ideig, na jó, lehet, hogy egy picit segítünk, de lehet, hogy úgy is befejeződik, és akkor most legyen ígéret, lehet, hogy nem kell teljesíteni. Most viszont úgy látjuk, hogy most már komolyabb a partnerekben is az a megértés, hogy szavakkal, tettekkel kell segíteni. Egyébként itt említeném az országos csoportját, amelyik a Rammstein formátumot úgy nevezném, amelyik már kétszer találkoztak, egyszer olyan fizikai jelenléttel, és most online találkozó is volt ezen a héten, amikor beszéltek éppen arról, hogy hogyan tudnak a védelmi kapacitásokat szempontjából Ukrajnán segíteni, és ebben a formátumon Magyarország is részt vehet, úgyhogy ez is fontosnak tartom, hogy, és egyébként, hogyha megnézzük az Európai Uniót, az Európai Unió most néhányszor már biztosította azt a finanszírozást, amelyik a fegyverek meg védelmi felszerelések vásárlásához szükséges, és Magyarország is ehhez hozzájárult, hogy ezt a finanszírozást megkapjuk. Úgyhogy vannak azok a dolgok, amelyeket pozitívek, és gondolom, hogy nagyon fontosok ezekről is beszélni. Ugye az 5 szankciós csomagot megszavazta Magyarország is, viszont most ott van a 6., ami Magyarország vétója miatt áll, vagy lehetséges vétója miatt áll, mert hogy ahogy ön mondta, valóban a prioritásokat megfogalmazta a magyar kormányfő is, és Orbán Viktor azt mondja, hogy a prioritások a Magyarország és a magyar emberek érdeke, ugye ő, és hát például az olaj és gáz embargóval nem szolgálná a magyar emberek érdekét. Én azt hiszem, hogy a magyar emberek érdekek azt szolgálna, hogy béke legyen, és ez a és biztonság, az a legfontosabb. Ahhoz, hogy béke legyen a régióban is, mert bárhogy is mondhatjuk, a háborúnak befolyása az mindenhol világon megérezhető. Ezért a háború gyorsabb befejezése, ez magyar emberek érdekében áll. Ahhoz, hogy gyorsabban be tudjunk fejezni, ehhez
egyrésztről fegyver, másrésztről szankció kell. Miért szankció nagyon fontos? Azért, mert hogyha hatásosok, akkor Oroszországnak egyszerűen technikailag és eszközileg nem lesz lehetősége finanszírozni ezt a háborút, és akkor ez is felgyorsítja ezt a folyamatot, hogy gyorsabban kimennek az ukrán területéről. Miért állandóan beszélünk, és mi nem csak most az olajembargó van az asztalon, de a gázról is kell beszélni, mert olaj meg gáz, ez két olyan dolog, amelyekből Oroszország legtöbb bevételt kapja. Hát igen, csak például Magyarország gázt illetőleg 95%-os kitettségben van, és olajnál is valami 60-70%. Kevesebb, de igen. Szóval itt az a kérdés, hogy éppen az Európai Unió szintén beszélgetnek arról, hogy milyen azok a megoldások, és mi itt tényleg számítunk arra, hogy az Európai Unión belül, és ez a külügyminisztériumunk is azt mondta, hogy meg fognak találni azt a megoldást, amelyik beleveszi a figyelembe a különböző országok nem csak érdekeit, de úgy inkább mondanom a korlátozásait, mert az érdeke szerintem mindenkinek ugyanaz, hogy tudjanak hozzájárulni ahhoz, hogy Oroszország befejezze a háborút. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez a folyamat nem fejeződött be, de mi bízunk abban, hogy meg lesz találva az a megoldás, amelyik az embargo bevezetéséhez vezetni, hogy gyorsabban bevezetünk, akkor gyorsabban vége lesz a háborúnak. Itt nagyon egyszerű a kalkuláció. És akkor kevesebb a gazdasági befolyása az egésznek is. Mert nem csak attól, hogy milyen ára van az olajnak, de több más tényezőtől is függ. Például én itt emlegetném az élelmiszer kérdés, amely szerintem nagyon fontos. Itt is arról volt szó, hogy Magyarország 20 millió embernek tud jelenleg, de még plusz 20 millió embernek tudna az élelmiszer hiány potolni. Itt csak annyit mondanom, hogy Ukrajnától 400 millió ember függ élelmiszer szempontjából. A gabonatermesztésben. Ez tényleg óriási szám. És tényleg ebben egyetértek, hogyha nem tudunk most ezt a problémát megoldani, hogy Oroszország blokkolja, Ukrajna készen áll arra, hogy ezt a gabona meg az étolaj exportot végrehajtsa, mert van nekünk, és mi szeretnénk azt eljuttatni azokhoz az emberekhez, azokhoz az országokhoz, de le vannak blokkolva a kikötők. Próbálkozunk a szárazföldi útokon, de ezen nem megy annyira gyorsan, és ez nem annyira hatékony. Hogyha nem tudunk eljutni, itt nem csak az egyszer probléma van, hogy most ezek az emberek egyszer nem kopnak ezt az élelmiszer. Hogyha mi ezeket a torolokat nem tudunk kiüresíteni, ez azt jelenti, hogy ha a következő években mi nem tudunk az úgy gabonát, amelyeket meg lesz tervelve, nem tudunk, hogy hol tarolni. Nem beszélve arról, hogy most is kérdés ezekkel az orosz támadással felmerül, hogy hogyan tudunk a földeket a vetéssel elvégezni, és hogyan tudunk most ezeket a munkákat végrehajtani. Hogyha viszont ez több évre szóló probléma marad, akkor ez több évre szóló probléma más országok számára is maradt, és az élelmiszer hiány, ez természetesen migráció, meg más problémákhoz is vezet. És akkor nézzünk csak anyagi szempontból. Az, amit most nem fogunk használni arra, hogy fizessünk az energia nagyobb árakért, egy rövid idő múlva azért fogunk fizetni, hogy biztosítsunk a védelmet a migráns vonalok megakadályozására. Szóval csak elhalasztjuk, és még nagy a kérdés, hogy hol lesz a nagyobb ára. Amennyiben, tudja, én valahogy gondolom, hogy mindenki Ukrajnában, de én is úgy egy kicsit másképpen viszonyulok most minden dologhoz, mert ez az első dolog, hogy megdöbbent sok van az emberben, amikor a te országodról van szó, de akkor megérted, hogy hol van az igazi értékes dolgok, mi a fontos és mi kevésbé fontos.
Nagyon, és az első dolog, ez a biztonság. Hogyha nincs biztonság, semmi más nem lesz. Sem rezsicsökkentés, sem jó energiaárok, sem szép fejlesztések, sem kedvező beruházások. Amennyiben biztonság nélkül ez lehetetlen. Ezért nagyon fontos, és ezért biztonságba biztosan be kell fektetni. És ez különböző szempontokból összeáll. Ön szerint mennyire lenne szükség arra, hogy mondjuk létrejöjjön egy találkozó Orbán Viktor és Zelenszky elnök között? Mennyire enyhíteni, vagy mennyire segíteni elő ezeknek a kérdéseknek a megoldását? Annak fényében, hogy ugye Zelenszky elnök is erős szavakkal bírálta az Európai Parlamentben Orbán Viktort, de hát Orbán Viktor meg a választás éjszakáján az egyik ellenfelének nevezte meg Zelenszky elnököt. Az első, hogy még tavaly, amikor december 3-án volt a telefonbeszélgetés a két líder, két vezető között, akkor is elhangzott a meghívás Orbán miniszterelnök számára, akkor nem tudott eleget tenni ennek a meghívásnak. Természetesen most, amikor megalakulnak, a kormány megalakulása megtörténik, természetesen a párbeszéd nagyon fontos, hogy milyen szinten, mikor kezdődik, ez minden két féltől függ, készségtől, helyzettől, de természetesen én gondolom, hogy ez egyáltalán én kizárt dolognak tartom, hogy nem lenne nyitottság, amennyiben itt a szomszédos országokról van szó, és amit mindig hangsúlyozom. Nekünk lehetnek az eltérések, lehetek viták, de mi soha nem voltunk, nem vagyunk, és nem is leszünk ellenségek. Ez mint egy családban. Amikor közeli rokonról volt szó, akkor több veszekedés van, amennyiben minden napi a kapcsolat. A távoli rokona, ez leginkább az, akivel egyszer évente találkozol, csak szép szavakot beszélsz, ott nincs vita, de nincs is olyan közel a kapcsolat. És én éppen ebből a szempontból nézem az ukrán-magyar kapcsolatokra, és egyébként azt is megmondhatom, és ezt tényleg én tapasztalatban mondom, hogy ukránok meg magyarok nagyon hasonlítanak egymáshoz, de a nyelvek annyira különbözők, hogy azt egyszerűen nem tudjuk, nem értünk. De amikor egy magyar megtanulja ukrán volt, amikor egy ukrán megtanulja magyart, és kezdesz beszélni, akkor megértesz, hogy ugyanazok a fájdalmaik, ugyanazok az értékeink, nagyon sok közös van a történelmünkben, és az, ami a legfontosabb, mi lényegében ugyanazt akarunk a jövőben. Hogy független államok legyenek, hogy tiszteljenek bennünket, értékeljenek bennünket, hogy szeressenek bennünket. Egyébként mindkét nép erre is vágy, és hogy érezzék, és tudjanak mások is, hogy mi jók vagyunk. Már az egyetemen elkezdett magyarul tanulni, ahogy tudom, és 97-ben volt először Magyarországon. Mi az ön kapcsolata, vagy vonzódása, vagy miért pont Magyarország, meg miért pont a magyar nyelv? Egyébként semmilyen rokonai kapcsolatom nincs, de valahogy összejött úgy, hogy lett lehetőség tanulni. Én bulgár meg lengyel nyelvet tanultam, mint a főszokmán, de akkor a Kievi Sevcsenko Egyetemen bevezették lehetőséget, hogy plusz nyelveket lehetett tanulni, és magyar nyelv volt az a legnehezebb. És én szeretem a nehézségeket, ezért vállaltam, de egyébként azért is, mert egyszer volt egy film, amelyeket láttam, egy régi szovjet film, amelyik Budapestről szól, és láttam a Budapestet, és hallottam egy dalt, amelyik ebben a filmben volt, és valahogy nagyon érdekesnek tűnt, nagyon olyan vonzónak, és szóval nem volt valamilyen logikus magyarázat, csak úgy kezdtem tanulni, amennyiben volt egy olyan lehetőség, és én mindig akartam diplomata lenni, és a diplomatának ez fontos, hogy több nyelvet tudjon, de valahogy úgy jött össze, hogy nekem az egész diplomáciai útom, az egész életem Magyarországhoz fűződik, és ezért én azt is mondom, hogy én valahogy ez
személyesnek veszem. Én nagyon szeretnék, hogy két ország között olyan kapcsolat legyen, amelyik mindkét nép, mindkét ország megérdemel. És ez legjobb szomszédsági, baráti kapcsolat. És attól függetlenül, hogy időnként, én nem mondanom, hogy keményen, időnként őszintén, időnként emocionálisan beszélünk egymással, azért, mert, ahogy mondtam, hasonlítunk. Van bennünkben élet, van bennünkben emóció, és gondolom, hogyha őszintén beszélünk, tudunk, hogy milyen fájdalmai, akkor jobban meg tudunk megállapodni, megtalálni a kiútot, és én egyébként optimista vagyok minden szempontból, és én bízom abban, hogy az ukrán-magyar kapcsolat megköpje azt a fejlődést, amelyiket érdemel. Ha ilyen régóta látja a magyar társadalom fejlődését, ön látja azt a pontot, amikor a rendszerváltás után demokratizálódó Magyarország, amely pont amiatt, hogy ugye a szovjet hatalmat lerögte magáról kezdetben, inkább orosz ellenes volt, majd szép lassan Putyin baráttá vált. Ön látta ezt a folyamatot? Vagy látja, érti, hogy mi történik itt? Egyébként ez az a kérdés, amelyik felteszem magamnak. Leginkább, hogy nem tudom, én személyesen nem ismerem azokat az embereket, akik azt mondanának, hogy ők támogatják Putyint. De látja ön is ezeket ezért, a kommenteket, ezért nem? Ezért nem tudom megérteni, hogy kik azok, akik írnak ezeket a kommenteket, mert nagyon sok van belőle. És én nem tudom rájönni, hogy az emberek hogyan tudnak nem emlékezni arra, hogy mi volt, itt is mi volt a szovjet birodalom, szovjet idő alatt. Ne elfelejtettek az 1956-ot, elfelejtettek, hogy mennyire örültek akkor, amikor újra szabad lett Magyarország. Én nagyon emlékszem azt az érzés, amikor 97-ben először még fiatal diplomataként ide jöttem, és emlékszem, akkor Magyarország készült a NATO tagságra, és emlékszem, hogy mennyire izgultak a magyar diplomáták is, hogy hogyan ez fog menni, hogy akkor mennyire támogatnak az emberek abból a szempontból, hogy mindenki számára ez nagyon fontos volt, és nagy öröm volt akkor, hogy most nem csak, hogy most szabadok voltak, de megvan a garancia arra, hogy Oroszország nem fog megpróbálni meg itt megtámadni. Most mi vagyunk ebben a helyzetben, amikor sajnos mi nem kaptunk ezt a garanciát, amelyik, hála Isten, Magyarország megkapta. Én stratégiai hibának tartom az, hogy NATO nem vette be Ukrajnát annak korábban. Mert stratégiai hibának tartja, de nagyon sokan meg azt mondják, hogy ez volt az olaj a tűzre. Én megmondanom most a jelenlegi példát, Svédország és Finország. Arra is azt mondják nagyon sokan, hogy olaj a tűzre. Olaj a tűzre, azoknak, akik azt mondanom, az olaj a tűzre maga a független szabolt világ létezése. Nem lenne olaj a tűzre, és ez azt, amit Putyin szeretne, hogy a régi szovjet birodalom visszajönne. De nem csak a Szovjetunióról beszél, a Varsói Paktról is beszél, de hogyha megnézünk a távoli célokat, akkor azt gondolom, hogy még szélesebb képet látja saját magának. És most is néztem a davoszi konferenciát, és egyik szereplő azt mondta, hogy végül meg kell érteni, hogy az orosz agressziót nem a válasz táplálja, hanem a válasz hiánya. Hogyha látja gyengészséget, akkor támad. Hogyha látja erős válasz, akkor megáll. És gondolom, hogy az egész történet, úgy, ahogy látjunk, hogy hogyan fejlődött, megint én biztos vagyok, hogy ha Ukrajna akkor NATO tagja lett, Oroszország nem támadott volna. Hogy ha most is ellenállunk, hogyha most egységesek vagyunk, csak ezért képesek vagyunk, mert
Megint őszintén mondom, hogy attól, hogy mi bátran harcolunk, hogyha nem lesz támogatás, hogyha nem lesz, mint a fegyver, mint a humanitárius segítség, mint az anyagi segítség, mert ez a segítség különböző dimenzióban áll, és mindegyik nagyon fontos, amikor csak együtt van, akkor ez hatékony. De természetesen, hogyha nem lesz fegyver, akkor nem lesz kinek adni a humanitárius segítséget, mondom úgy. Megint nagyon egyenesen, de ahhoz meg kell érteni. De hogyha egységesek vagyunk, akkor tudunk nem csak Ukrajnát megvédeni, de kiharcolni magunknak ezt a jogot, hogy a szabad világ tovább éljen. Megvolt az első per és bírósági tárgyalás Kijevben egy orosz katona ellen, aki háborús bűnöket követett el. Ön nyilván kap napi jelentéseket, ön nyilván sokkal többet tud arról, hogy mi zajlik a fronton. A háború az sose tiszta, de ez a háború mennyire nem tiszta? Nézze, szerintem én összehasonlítom 2014-hez, amikor csak kezdődött az orosz támadás Krimben. Akkor ők voltak ez a zöld emberek, akik nem tudtak oroszok, vagy nem oroszok. Putyin cáfolta, hogy egyáltalán valami köze van Oroszországhoz, ezeknek a katonáknak. Majd elismerte. Kelet-Ukrajnában, amikor megkezdődött a háború, akkor úgy volt, hogy megint azt mondtak, hogy ez a helyi lakosság, ezeknek tankok, fegyverek, minden az a bányákban bányászok kiástak, és az ott volt. Megint Oroszország cáfolta. És a világban voltak azok, akik nem akartak látni a képet, de sokan, és ez az igazság, sokan voltak azok, akik nem tudtak eligazodni. Próbálkoztak, de nem volt tiszta a kép. Szerintem most nagyon egyszerű, és nagyon egyértelmű a dolog. Van egy ország. Tetszik valakinek, nem tetszik, de van egy ország. Lehet, hogy valamit nem jól csinálok, de úgy mondjuk Magyarország is sok kritikát kap, ugye? Akkor Magyarországot azért, mert hogy most valaki mondja, hogy nem úgy csinálja valamilyen törvénnyel, akkor ez azt jelenti, hogy azoknak, akiknek nem tetszik, hogy akkor hadsereget küldjenek. Gondolom, hogy senkinek a fejbe ez nem fordul elő. Ugyanúgy ebből a szempontból van egy ország, Ukrajna, és van egy ország, Oroszország. Oroszország küldi a hadsereget Ukrajna területére. A háború úgy folyik, hogy van az orosz hadsereg a mi területén, aki megtámadja Ukrajnát. Vannak a műholdas felvételek, vannak a tanok, akik életbe maradtak, és akik azt mondják, a modern világban nagyon is lehet ezeket a dolgokat látni. És úgyhogy az első pillanattól nagyon tiszta, ki a támadó, és ki védekezik. A háború alatt nagyon tiszta az a kép, hogy az orosz hadsereg milyen büntetteit végzi. És itt, mint az, amit ezek a képeket, amelyik megláttunk ott a Bucsában, Irpinyben, más városokon, azt, amitől félünk, hogy mit még fogunk meglátni, ami Mariupollot csináltuk. Az, ami más városokban megy, ez tényleg bármilyen emberi elképzelés fölött megy, és itt nagyon egyszerű a dolog. Az orosz hadsereg bűnöző. Ezek embertelen tetteket követik el Ukrajnában. Ezt meg kell állítani. Az áldozaton kell segíteni, és itt csak részvét kinyilvánítás, ez nem elég. Itt a gyakorlati segítségre van szükség. Csupa egy sima kézzel nem tudunk védekezni. Fegyver kell. Fegyverrel meg tudunk védeni magunkat. És meg tudunk állítani az orosz hadsereget ott, hogy ne jöjjön az Európa határaihoz, amikor akkor másoknak majd kell fegyvert fogni, és a saját élet árán akkor kell megvédeni. Most az elnök a Davoszi fórumon azt mondta, hogy egyszerűen fogalmazva, mi azt kérünk, hogy adjanak nekünk fegyver meg szankciókat, mi viszont biztosítunk önöknek szabadság meg biztonságot.
És gondolom, hogy ez a válasz erre a kérdésre, hogy most egyértelmű vagy nem egyértelmű. Szerintem nagyon is egyértelmű a helyzet. Én egy kicsit arra gondoltam, vagy arra vonatkozott a kérdés, hogy 45 után, mármint 1945 után azt gondolta a szabad világ, hogy sok minden nem ismétlődhet meg. Most pedig úgy tűnik, mintha sok minden megismétlődne, és mintha sok mindenről még nem is tudnánk. Sőt, azt, amit mi most látunk, és éppen én tegnap ezen gondolkoztam, hogy 3 hónapja, ugye tegnap 90. nap volt, és hogy láttam egy Facebook oldalon, hogy mi valahogy nem is megéreztünk, hogy február 24-e átment február, május 24-ébe. Ez az idő alatt, ez egy hosszú nap, amelyik alatt csak harcolunk, és ezen gondolkozunk, hogy hogyan lehet megvédeni az országunkat. De ez az 3 hónap alatt, nekem személyesen, de ez a benyomás több ukránban, minthogyha átélünk a 20. század legrosszabb rém álmait. Az ukrán szempontból megmondhatom. Biztosan, hogy önök tudjuk, most egyik legnépszerűbb, és ez mint szimbóluma ennek az ellenállásnak lett, az Cservona Kalina ének dol. Ezt a dolt, az első felvételét több mint 100 éve készült, amikor az ukrán népi köztársaság az vörös hadsereg ellen harcolt. Ez az első hivatalos felvétel, amelyik még mindig van. Akkor nem tudtunk megvédeni magunkat, azért mert a világ nem volt mellettünk. És akkor a Szovjetunió része lettünk. És felpörgetve ezt a történetet, volt az éhénység. Mit csinálnak most az oroszok, amikor oda mennek? Ezek próbálnak elrabolni az egész élelmiszert. Ezek nem adnak, nem engednek a humanitárius folyosókat, hogy az a lakosság, amelyik azokban a városokban van, amelyeket ők próbálják elfoglalni, hogy ne kapjon sem vízet, sem ételt. Visszamegyünk a 20. századba. Mit csináltok az ukrán értelmiséggel a sztálini terror alatt? Ezeket kihurcoltak Szibériában. Most mit csinálnak filtrációs táborokat, és az ukrán lakosságot elviszik Oroszországba. Eljött a második világháború. A második világháború alatt több ember került ezekbe a koncentrációs táborokba, most vannak filtrációs táborok. Mindenki emlékszik erre az Leningrad blokkádjára, az, amit oroszok most csináltak Mariupollal, ez ugyanolyan blokkádja volt. Emlékszik a zsidók kivégzésére, az, amit oroszok most csináltak, Babi Jár is elcéloztak. Több olyan műemléket, amelyik erről szörnyű tragédiára is visszaemlékezteti, és a célja lényegében ugyanaz az ukrán nép genocidum, amelyeket azt, amit a Bucsában csináltak, ez éppen az volt, amennyiben ezek az emberek fegyver nélkül voltak, egyébként ez az orról kérdése is a válasz, hogy mi történik az ukránokkal, amikor fegyver nélkül vannak. Kinyírják. Több mint 400 ember ötömeg sírokban találtak csak egy Bucsában. És ez, hogyha elképzeljük, ez lakosság szempontjából is területes, ez ugyanolyan város, mint Buda őrsít Budapest mellett. És ott nincs semmilyen katonai objektum, vagy valami, egy békes, olyan kertes ház. Úgyhogy ez a történet, éppen azt, amit ön is mondta, mi úgy látjuk, hogy ez a 3 hónap alatt a mai ukrán lakosság átéli minden azt a borzalmat, amelyeket átélte az egész népünk 20. században. És ugyanúgy az oroszok összehoztat minden, ami legrosszabb volt ebben a stalini ideológiában, a náci ideológiában, és összehoztak egy olyan rasszizmus új folytat, amelyik lényegében ezekkel az eszközekkel vissza szeretne hozni, mint Ukrajnát, mint majd más országokba és azokba az időkbe. Úgyhogy ez tényleg valamilyen szörnyű, ami az ember fejében nagyon nehéz elfér. Van önben bármi ok az optimizmusra? Igen, az ukrán hadsereg, meg az ukrán nép, meg az partnereink szolidaritása. Tudja, hogy gondolom, hogy mondtam arról, hogy többen beszéltek, hogy néhány napot fogunk kitartani. Mi biztosak voltunk abban, hogy ki fogunk tartani.
Oroszország arra várt, hogy nem lesz a szolidaritás mellettünk, és hogy mint az Európai Unió, mint a NATO, mint más partnerek, hogy ezek most fognak veszekedni, és nem lesz egy egységes válasz. Nem volt igaza, és ezért most kapunk ezt a segítség, amelyik több erőt nekünk is adja. Az, ami még mindig szerintem hiányzik, de bízom abban, hogy ez is most eljön, hogy most többen beszélnek arról, hogy háborút be kell fejezni, már többen beszélnek arról is, hogy egyértelműen Ukrajnának kell nyerni ezt a háborút. Én biztos vagyok, hogy most már eljön ez a pillanat, amikor ez nem mint egy feltételezés, hogy kellene, hanem muszáj, hogy csak ez az egyetlen egy dolog, amelyik kell, hogy történjen. És azt, amit én szeretnék, és amit itt is mondom, hogy mi bízunk magunkban, bízunk a győzelemben. Én szeretnék arra biztatni a partnereinknek, partnereinket, a támogatóinknak, hogy ők is bízzanak, mint bennünkben, mint önök magukban. Együtt képesek vagyunk. És igen, igazság, hogy ebben a győzelmen, ez az Ukrajna győzelme lesz, de ugyanakkor ez nem csak Ukrajna győzelme. Mert ez a győzelem az ön segítsége nélkül lehetetlen. Ezért ez a mi győzelmünk. Csak most önöknek van lehetősége ezt a győzelmet megkapni, csak úgy, hogy támogatják az ukrán népet, amelyik készen harcolni. És még egyszer én hálás vagyok a magyar népnek, hálás vagyok mindenkinek, aki a saját szintén azt teszi, amit tud tenni. És én bízom abban, hogy most ez a pillanat eljön, hogy még jobb tegyünk az ukrán-magyar együttműködés abban, hogy ez az győzelem gyorsabban jöjjön el, mert gondolom, hogy Ukrajna meg Magyarország nagyon sokat tud még adni Európának, kontinensnek és a világnak, de ehhez Ukrajnának még győzni kell. Nagykövet asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adott, hogy beszélgessünk. Köszönöm önöknek is, nektek is a figyelmet, ez volt a Jelenvaló. Kérlek titeket, hogy kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, és hogyha módotokban áll, akkor támogassatok minket a Jelen mindenütt oldalon. Köszönöm a figyelmeteket, minden jót!